Sziasztok, Bizonyok, és folytatjuk tovább a Titanfall fegyver bemutatás, méghozzá a játék legpocséka fegyverével, a Hemlock BFR-rel, amely burst típusú, tehát három lövetű eszköz, és körülbelül azért van a játékban, mert a játék készítői úgy gondolták, hogy milyen FPS az, ahol nincs burst típusú fegyver, csináljuk meg, és megcsinálták, úgy lett szar, ahogy van. Ugye miért is lenne jó egy burst típusú fegyver bármely más FPS játékban? Hát mert jól lehet adagolni, ezáltal pontosabb az automata társainál és költséghatékony, hisz kevesebb lőszerrel elboldogulunk. Például MV2-ben azért imádtam a Famaszt, mert 60 plusz 30 töltényel boldogan lehoztam bármit, és Scavenger, tehát muníció után pótló perk helyett használhattam valami más perket, és attól függetlenül, hogy nem szeretem a burstet, mégis ellátta a feladatát. Viszont a burst típusú fegyvereknél le kell mondanunk arról a luxusról, hogy addig nyomjuk a gombot, amíg jól esik, hanem egy gomblenyomással, tehát precízen el kell intézni az ellenfelet. Viszont a Hemlock olyan pocsék, hogy egy golyóval 60-at sebez maximum, ami azt jelenti, hogy 3x60, 180, egy pilóta 200 HP-val rendelkezik, tehát két burst kell leteríteni az ellenfelet. Tehát iszonyat lassan tudunk vele ölni, az alatt ebben a játékban 3x meghalunk, főleg ha az ellenfél rendelkezik valami burn carddal, avagy tactical ability-vel, tehát steam pack-kel, és hát még precíznek sem mondható a fegyver, pontatlan. A tárkapacitása alacsonyabb az átlagnál, és még arra sem jó, hogy költséghatékonyabbak legyünk, hiszen ha beszállunk a titánba, akkor full muníciót kapunk, úgyhogy csak ki be kell szállni a titánból, és kész. Tehát a fegyver koncepciója úgy pocsék, ahogy van ehhez a játékhoz, viszont van egy kiegészítőre, amit szerintem azért raktak bele, mert úgy gondolták, hogy majd ezzel a kiegészítővel lesz igazán OP a fegyver, és ezért készítettek egy ilyen gyenge alapfegyvert, de nem. Ugyanis ezzel a kiegészítővel 5-öt lövünk egy gomblenyomásra, tehát egy buzzből le tudunk teríteni most már egy ellenfelet is. Tehát valóban klasszisokkal jobb az alapfegyvernél, de ezzel meg még pontatlanabb a fegyver, ugyanolyan lassukás, és még a tárunk is 5 lövésre kiürül, úgyhogy hát nem valami jó, nem értem. Mindegy, nézzük meg az adatokat. Sebzése, mint mondottam, maximális a 60-as, de 45-re droppolja, tehát testre 4-5 találat kell. Ez azt jelenti, hogy két darab burst, ha távol van, ha közel az ellenfél, hát távolra ér egy tárral szoktam kalkulálni pilótaként, és hát ha mozog az ellenfél, akkor két tár, és mivel Titanfall ezért nemhogy mozog, repül az ellenfél, ez három tárt jelent. Jó, nyilván én bénán célzok, tehát ha megnézitek, képességeimhez mérten nagyon rosszul célzok, nagyon középszerű, nálam vannak sokkal jobb játékosok, sokkal jobb célzó játékosok, de én próbálom inkább aggyal, ésszel pótolni azt a hiányosságomat, hogy bénán célzok. Próbálok helyezkedni, próbálok mögé kerülni, stb. Tehát azért nagyon sokat dolgozik az agyam egy-egy játék közben. Ezért szeretem a Dotát például. Visszatérve a témához, ha valaki jól céloz, nálam legalábbis jobban, nem lenne rossz a fegyver. Ugyanis fejre 1,7-szeres szorzóval rendelkezik, ez 2-3 lövés fejre. És ennyit jelent, hogy pitty-pittyes meghal az ellenfél. Én nem tudom elképzelni, hogy én fejre bármikor is célozzak a Hemlockkal, és találjak legalábbis pontatlan, nem olyan precíz a fegyver, sőt, van a G2A4 sokkal jobb fegyverként a játékban. De nem lenne rossz, ha jól célozzunk. A Titan damage-e 30-tól 10-ig terjed, illetve rodeózva elég combosan tudunk sebezni 171 darab tölténynél, tehát egy darab burst-tel 5-10-et sebzünk, illetve kritikus sebzés pontokon kétszer szorzóval rendelkezik az alapvető Titan sebzésünk. A range hasonló, mint az R101C-nél, tehát eléggé combosan jó. 33 méterig sebzünk maximálisat, illetve viszonylag kevésszer kell használnunk a minimális sebzését a fegyvernek. Viszont technikailag tök mindegy, mert két burstöt mindenképp ki kell lőni, és viszonylag az lassú. Még akkor is, ha az RPM-en nagyon magas, 930-as. Viszont vigyázat, ez nem az overall. Ugyanis ez a 3 vagy az 5 golyó közti távolságot méri, attól függően, hogy melyik kiegészítőt használjuk. Overall olyan 650, viszonylag elég lassukás, de az a 3 golyó gyorsan repül ki a fegyver csövéből, az újratöltés ideje nagyon lassú, az átlag alatt van, mármint fölött, ha úgy nézzük, 2,5 másodperc, és ha kifogyunk fúra, ami nem ritka, 3,1 másodperc, tárkapacitása alacsony, extended clippel is csak a 30-at éri el, nagyon ramagy. Hát a következő táblázat
ismét csak magáért beszél. Egyértelműen a Starbuck kiegészítőt használjuk. Én valamiért így hívom, hirtelen nem jutott az eszembe a neve, és mostantól így hívom. Illetve optikai kiegészítőt használjuk, tehát 5-öt tudunk lőni ilyenkor, és 25-ös a tárkapacitásunk. Ezzel van a legtöbb esélyünk a Hemlockkal. Úgyhogy ez egy nagyon hosszú részlet, sajnos, mert sok gameplayt kell befakolnom, pedig nem akarok ezzel a fegyverrel játszani. Sziasztok! We'll be right back.